Sziasztok! Szerintem ez a videó nem csak karácsonykor aktuális, hanem mindenkinek az életében más időponthoz kötődhet sajnos, viszont mivel az én történetem karácsonyhoz közeli, ezért gondoltam, hogy összekötöm így az ünnepekkel ezt a témát, hát ha egy kicsit segít átvészelni az esetleges nehéz időszakokat, amit az ünnep hozhat magával. Hiszen az ünnepekkel sokkal jobban felerősödnek nem csak a pozitív érzelmek, de sajnos bizony a negatív érzelmek is. És azokkal a dolgokkal, amiket elmondok ebben a videóban, szeretnék nektek segíteni abban, hogyha átéltetek nagy veszteséget az életetekben, meghalt egy közeli hozzátartozótok, vagy bármiféle csalódáson, vagy tényleg nagyon rossz élményen mentetek keresztül, akkor legyen mire támaszkodni. És legyen mire gondolni, hogyha tényleg úgy érzitek, hogy már semmi nem segít. Nagyon sokan szoktátok tőlem kérdezni, főleg az esküvői videó alatt, hogy hol van az apukám, miért nincsen benne a videóban, vagy hogy róla miért nem beszélek soha, és a komment szekcióban szoktam ezekre a kérdésekre válaszolni, de úgy gondoltam, hogy csinálok erről egy külön videót is, mert úgy gondolom, hogy az élet ezen részéről is, az elmúlás részéről is érdemes beszélni. Azért is jó, hogy elkészítem most ezt a videót, mert így legalább a halálának a 10. évfordulóján valamilyen formában meg tudok emlékezni róla, nem mintha nem lenne minden egyes nap a fejemben meg a gondolataim közt, de úgy gondolom, hogy érdemes egy ilyen kerek szemnél megállni és átgondolni, hogy mit adott és mit vett el esetleg ez a 10 év, amit nélküle töltöttem el. És remélem, hogy nektek is sikerül egy kis támogatást nyújtanom ezzel. Egy kicsit a háttérsztoriról, hogy nálunk mi is történt, és hogy miért is volt olyan nehéz elengedni az apukámat, a fizikai jelenlétét ezen a világon. Mert a gondolatát ugye az ember szerintem soha nem tudja elengedni teljesen, és nem is kell elengedni, viszont meg kell tanulni a fizikai jelenléte nélkül élni ezen a földön, és ez okozhat kihívásokat. Szóval 2007. decemberében apukám kapott egy szívrohamot, amiben pillanatok alatt meghalt. Tragikus hirtelenséggel, ugyanis teljesen normális napnak indult ez a hétfő, felkeltünk, elmentem iskolába, teljesen tisztán emlékszem, hogy aznap iskolafogászatra mentünk, és az iskolafogászatról hazafele elmentünk az iroda mellett, ahol anya meg apa dolgozott, és ő pont kint állt az épület előtt, mert cigizett, amúgy nagy bagós volt, úgyhogy ez biztos, hogy nem tett neki jót. Szóval még rá is köszöntem, meg ott találkoztunk, sőt, még az suliból is hazaértem, és haza is jöttek anyával, és éppen indultunk volna Szombathelyre, mert akkor még Sárváron laktunk. Mielőtt elindultunk volna, egyik pillanatról a másikra összeesett a konyhában, és meghalt. Nagyon-nagyon sok időbe telt, mire ezt a történetet így, ilyen szárazon el tudtam mesélni, meg el tudom mesélni, és nagyon örülök, hogy eljutottam idáig, mert úgy érzem, hogy ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon jól tudom irányítani azokat az érzelmeket, amik ilyenkor előjönnek bennem. Szóval örülök, hogy ezt most így el tudtam nektek mondani, egy kicsit aggódtam, hogy fogok tudni majd erről beszélni. Gondolhatjátok, hogy eléggé sokként érte a családot ez az egész. Én elég fiatal voltam, 13 éves voltam, az anyukám gyakorlatilag egyedül maradt, szerintem mindenki közül talán neki a legnehezebb ezzel az egésszel megbirkózni, és ezzel az egésszel együtt élni, és a mai napig az ő számára jelenti talán a legnagyobb kihívást megbarátkozni a gondolattal, hogy az apukám már nincs itt. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy mind a ketten szertettünk olyan leckékre ebben az időszakban, amik csak a fejlődésünket szolgálták, és hogyha ezeket tovább tudom adni nektek is, ha van köztetek egy ember, akinek ez bármiféle megnyugvást vagy támogatást nyújt, akkor én már boldog vagyok, hogy ez a videó kikerült így az éterbe. Az első dolog, amit tanultam, az az, hogy legyen hited. Akkor is legyen hited abban, hogy a dolgok okkal történnek, amikor a világ legigazságtalanabb tragédiájának érzed azt, amin keresztül mész. Vagy a világ legigazságtalanabb tragédiáját látod a tévében, vagy a hírekben. Én meg vagyok róla győződve, hogy mindennek van oka, és hogyha a nagy képet nézzük, és lehet, hogy a mi eszünkkel, meg fejünkkel nem tudjuk befogadni, hogy ezeknek a borzalmas tragédiáknak mi az értelme, vagy kinek a hasznát szolgálja, vagy egyáltalán szolgálja-e valakinek a hasznát, mindig higgyél abban, hogy ez hosszú távon valamiért így kellett, hogy legyen. És tudom, hogy ez sovány vigasz, de
Az elejétől fogva én igyekeztem így gondolkodni, mert logikusan, másképpen nem tudtam volna magyarázatot és indokot találni arra, hogy az apukám pillanatok alatt összeesik a konyhában, és itt hagy minket, úgymond. Bármennyire is áldozata vagy egy tragédiának, próbálj magadra inkább túlélőként nézni, mint áldozatként. Mert lehet, hogy sérülsz benne, de hogyha túlélőként tekintesz magadra, akkor kevesebb az esélye, hogy az önsajnálat depressziósá tesz, és negatív gondolatokat kelt benned. Mert annál nincs rosszabb, amikor valaki belesüpped az önsajnálatba. Persze, kell gyászolni, meg kell birkozni a szomorú gondolatokkal, a szomorúsággal, a gyásszal. De nem úgy, hogy egy áldozat szerepbe kerülünk bele, amiből objektív kiút nem nagyon van, mert nem vezet igazából sehová. Önmagában az, hogy rosszul érezzük magunkat, és tehetetlenek vagyunk, nem segít minket semmiben, a gyógyulásban meg főleg nem. És én ezért mindig próbáltam nagyon tevékeny lenni, és menni előre, és emlékszem, hogy amikor este megtörtént ez a borzasztó eset, én másnap menni akartam a suliba, és kémiából akartam felelni, és tanultam, és a könyveket bújtam, és aznap este is én próbáltam az egésszel nem foglalkozni, és ignorálni, és sokan azt mondják, hogy persze, mert nem akarsz tudomást venni arról, hogy mi történt, és nem akarod úgymond felfogni és elfogadni, ami történt, de én ezt nem így éltem meg, hanem én abban a pillanatban átmentem ilyen túlélő módba, és csak egyszerűen túl akartam élni a legnehezebb első napokat, és amennyire lehet lekötni az agyamat, és tevékeny lenni, és csinálni. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy főleg az első napokban, hetekben, hónapokban találj olyan dolgokat, amik a tevékeny energiát és az élni akarást erősítik benned. És tök mindegy, hogy miben hiszel, lehet, hogy Istenben hiszel, lehet, hogy több Istenben hiszel, lehet, hogy egyáltalán nem hiszel Istenben, de abban mindenképpen higgyél, hogy minden okkal történik, még a nagyon-nagyon rossz dolgok is. És ezért, ha már a hitnél tartunk, én a saját példámat elmesélem nektek, mi rengeteget jártunk templomba ebben az időben. Az anyukámnak az jelentette a megnyugvást, hogy minden nap kiment a temetőbe, de rengeteget imádkozott, tényleg sokat jártunk misére, húsvét előtt keresztútra, télen hajnali misére, én most is, ma is voltam hajnali misén például, annak ellenére, hogy már báj vagyok, a templomon nagyon-nagyon szeretek elmenni, nagyon szeretek misét hallgatni, megnyugtat, a gyökereimre emlékeztet, a hagyományokra emlékeztet, szóval főleg abban az időszakban, amikor még a báj hittel nem is találkoztunk, akkor ez volt az egyetlen módja, hogy úgymond Istennel kommunikáljunk, és az egy megnyugvás volt, amikor elmentünk misére, és nagyon-nagyon szerettük. És valahogy megerősített minket. Az is megerősített minket, hogy ott volt az atya, akivel bármikor lehetett beszélgetni, bármikor szívesen segített, és ő volt az, aki egyébként a helyzettel, ezzel a nagyon-nagyon tragikus helyzettel még viccelni is tudott, mert az anyukám mesélte, hogy amikor bement hozzá a temetést intézni, apukám temetését intézni, akkor mondta, hogy na, ő már többet tud nálunk, és hogy még meg is mosolyogták ezt az egészet, szóval, hogy mindig kell valamit találni, ami egy picit életet lehel belénk, akár egy valami humoros dolog, vagy bármi olyan tevékenység, ami hajt minket előre. És a hit. A másik dolog az elengedéssel kapcsolatban, ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy a sírás is rendben van, és az is rendben van, ha egy darab könnycseppet nem ejtesz. Én meg vagyok róla győződve, hogy mindenki másképpen dolgozza fel ezeket a traumákat. Én nagyon sírós vagyok. Én bármi történik, akár jó dolog, akár rossz dolog, tényleg már úgy éreztem sokszor, hogy már kiszáradnak a könycsatornáim, annyira sokat sírtam, és annyira heves érzelmeket váltottak ki belőlem bizonyos emlékek, bizonyos történések, hogy egyszerűen ez jött. Én tipikusan az az ember vagyok, aki a sírást nagyon-nagyon nehezen tudja befolyásolni. Nagyon meg kell erőltetnem magamat annak érdekében, hogy mondjuk egy gyönyörű dalon, vagy egy megható filmen ne sírjam el magam teljesen. Főleg, hogyha ilyesmi történik, totál kicsúszik a lábam alól a talaj sírás szempontjából, de nem érdekel, mert hogyha segít, én például megkönnyebbülök, ha sírhatok.
Nagyon idegesítő például, hogyha valami veszekedésben vagyok benne, én nagyon hamar elsírom magam, és a másik fél általában meglepődik, hogy de most miért sírsz? Igazából nekem kéne sírnom, miért te sírsz? Mert ezeket az érzelmeket váltja ki belőlem, és ez van, ezzel nem tudok mit csinálni, de én ezt nem tudom elfolytani. De én azt is megértem, hogyha valakinek ez egyáltalán nem jön, és a száraz szem az nem egyenlő a szívtelenséggel, az nem egyenlő azzal, hogy valakinek nincsenek érzelmei. És szerintem emiatt senkinek nem szabadna, hogy bűntudata legyen, hogyha esetleg nem sír egy temetésen, vagy nem ott sír, vagy egy olyan helyzetben, ahol amúgy elvárnák tőlem, ez nem jön. Senkinek az égvilágon nincsen joga minket erről rosszul vagy jól megítélni. Rossz irányba, vagy jó irányba. Senki sem több vagy kevesebb attól, hogy mennyit sír, mennyire síratja meg a szerettét, vagy nem síratja meg a szerettét. A te szeretetedet az elveszített személy iránt nem az elsírt könycseppeknek a mennyisége méri. Ezt csak te magad tudod, és csak te magad érzed, és ne hagyd, hogy bárki büntetetet keltsen benned akkor, hogyha esetleg nem sírsz, vagy nem akkor sírsz, amikor amúgy a társadalom elvárna. A következő dolog, amin még mindig nagyon fel tudom húzni magam, és amit megtanultam, az az, hogy felejtsd el a szokásokat, és felejtsd el azt, hogy mit illik tenni egy haláleset után, és mit nem illik tenni egy haláleset után. Az én legnagyobb konfliktusaim az anyukámmal a haláleset után azon fakadtak ki, hogy én nagyon szerettem volna nem otthon ülni, hanem programokra elmenni, és valamit csinálni, és nem a fejemben lenni, és a szomorúságban lenni folyamatosan a négy fal között. Például volt a templomban a kis egyházi közösségünkben filmklub, és tökre emlékszem, hogy nagyon szerettem volna elmenni filmklubba, meg abban az időszakban színjátszókörbe is jártam, és a színjátszós eseményekre is szerettem volna elmenni. És anya fejében ez úgy állt össze, hogy ezek vidám események, és ilyenkor nem vidámkodunk, meg egy héttel egy ilyen eset után nem megyünk szórakozó helyre, meg ilyesmi, de nem erről volt szó. Én egyszerűen csak szerettem volna emberek között lenni, mert megtöltöttek élettel. Én szerettem volna élettel teli közösségben lenni, ahol nem az állandó szomorúsággal meg gyásszal kellett foglalkozni. És aztán nagyon hamar elfogadta, hogy nekem erre szükségem van, de nem értette az elején, hogy én ezt hogy kívánhatom, vagy egyáltalán hogy merem, mert azért a magyar hagyományokban, meg hát így a gyásszal kapcsolatos hagyományokban ez elég erőteljesen benne van, hogy meddig hordjuk a feketét, hogy egyáltalán feketét hordunk, hogy hova megyünk és hova nem megyünk azután, hogy valakink meghalt. És én azt mondom, hogy ezt felejtsétek el, és mindenki azt csinálja, ami éppen jól esik. Azt csináld, amit éppen a szíved diktál, és bármennyire is közhelyesen hangzik, én igenis elmentem színjátszóra, és igenis elmentem filmklubba, mert egyszerűen tudtam, hogy nekem most emberek között kell lennem, mert ha nem lehetek emberek között, akkor felrobbanok. És nagyon örülök, hogy a családban sokan voltak, akik ezt megértették, és azt mondták, hogy figyelj, hogyha neked erre van szükséged, fiatal vagy, az a dolgod, hogy jól érezd magad. De ez nem csak a fiatalokra érvényes. Utálom azokat az úgymond hagyományokat, amik szándékosan bűntudatot keltenek az emberben, és nem érezheted úgymond jól magad, mert jaj, most aztán gyászolni kell, most aztán ez borzasztó. Nem, ha azt kívánod, hogy emberek között légy, hogy vidám környezetben légy, akkor menj és légy vidám környezetben, és ne hagyd, hogy bárki letörjön, és ne hagyd, hogy bárki megváltoztassa a te akaratodat, mert legelőször saját magadat kell rendbe tenni, és hogyha ez segít, akkor ne hagyd, hogy bárki lebeszéljen róla. Ez életem legjobb döntése volt, hogy nem savanyodtam be. Az anyukám például egy évig hordta a feketét, és neki ez segített, és neki ez jó volt. De én megfulladtam volna, hogyha nekem fekete ruhában kellett volna járnom, akár egy napig is. És én az elején mondtam, hogy erre senki nem tud rákényszeríteni. Szokások ide, szokások oda. És szerintem ez kortól független. Csak azért, mert valaki úgymond felnőtt, nem kell ehhez ennyire vérmesen alkalmazkodni. Szóval valaki így vészeli át ezt a nehéz időszakot, valaki meg úgy. Anya hagyományos úton érezte jól magát, tényleg ő aztán
tényleg otthon maradt inkább, rengeteget imádkozott, nagyon úgymond magába fordult hozzám képest, de én nem ilyen vagyok. És ettől én nem vagyok sem rosszabb, sem jobb. És te sem vagy sem rosszabb, sem jobb attól, hogy másképpen éled meg a gyász időszakát. A következő dolog, amit megtanultam, az az, hogy legelőször a saját lelki világodat kell rendbe tenned, és először magaddal kell foglalkoznod, annak érdekében, hogy bárki más számára támaszt tud nyújtani. Hogyha valaki meghal egy családban, akkor abból egyenesen következik, hogy többen lesznek érintettek a tragédiában. És valaki rosszabbul, valaki kicsit jobban fogja viselni ezt az egészet, és valaki sokkal jobban össze tudja magát tartani, mint mások. És nálunk egyértelmű volt a helyzet, bármennyire is erős az anyukám, bármennyire is sikerült azért a talpán maradni, én nagyon-nagyon retegtem attól, hogy ebből nem fog épségben úgymond kijönni. És én a legelejétől fogva ott akartam neki lenni, de nekem is át kellett mennem egy jó pár hetes, nagyon kezdeti, olyan procedúrán, ami nekem segített abban, hogy összeszedjem magam annyira, hogy aztán anyának tényleg fizikálisan is és lelkiekben is a segítségére tudjak lenni. Ez miben nyilvánult meg nálam? Például abban, hogy nagyon-nagyon intenzív álmaim voltak apával, és minden egyes ilyen álom után sírva ébredtem fel, és ez sorozatosan előfordult. Vagy emlékszem, és ez már évekkel azután volt, hogy meghalt, talán 2 évvel is, megláttam egy hajléktalant Győrben az utcán, és annyira emlékeztetett a szeme az apukámére, hogy 2 napig tényleg fizikailag betegen feküdtem otthon, annyira fájt a hasonlóságot látni, és ráadásul még teljesen random oda is jött hozzám, és így a szemembe nézett, és azt mondta, hogy Isten áldjon meg. És nem is értettem, hogy most mi történik, és a szemei annyira hasonlítottak, vagy annyira az apukámére emlékeztettek, hogy totál megviselt, még 2 év után is. Szóval, hogy vannak olyan dolgok, amiken keresztül kell menni annak érdekében, hogy valamennyire visszaálljon a lelki erősségünk, meg a lelki stabilitásunk a normálisba, és utána tényleg ott tudjunk lenni a másiknak. Mert hogyha nincs meg a lelki stabilitásunk, akkor a másik fájdalma csak még jobban beránt minket a mélybe, és csak rosszabbul fogjuk viselni az egészet, nemhogy jobban. A másik dolog pedig az, hogy lehet, hogy én ott voltam anyának az elejétől fogva, és lehet, hogy úgy tűnt, hogy én aztán a világ legerősebb lánya vagyok, és vagy hát azt próbálok lenni. És próbálok úgy tenni, mintha én aztán nem is éreznék az egészből semmit, főleg a legelején. De közben meg másokkal szemben, például a nagymamámmal szemben, akiknél laktunk, nagyon türelmetlenül, és nagyon csúnyán viselkedtem, és sokszor nem volt egy kedves szavam hozzájuk. És ez nagyon-nagyon borzasztó dolog, mert ebből látszik, hogy ha még nem vagy rendben, az a fájdalom, az a sérültség, az a sértettség, az igazságtalanság érzés, hogy ez most miért történik velem, ez valamilyen formában meg fog nyilvánulni. Hogyha nem az anyukámmal szemben nyilvánult, megnyilvánult a nagyszüleimmel szemben. Tehát a tüskék azért kinőnek az emberen ilyenkor, és lehet, hogy te tudod azt irányítani, hogy ezt az embert nem szúrom meg vele, de valakibe beleállnak azok a tüskék óhatatlanul is, és azon kell dolgozni, hogy a tüskék eltűnjenek. A következő dolog, amit tanultam, az az, hogy az idő az valóban nagyon-nagyon sok sebet begyógyít, és nagyon sokat segít. Viszont az is biztos, hogy soha nem felejtesz el teljesen mindent. Sem a tragédiákat, sem pedig az emlékeid nem fognak elhalványulni. Én úgy élem meg ezt az egészet, hogy az esettel kapcsolatos érzelmeimet sokkal tudatosabban tudom irányítani, és most is meghatódtam egy kicsit, és folyamatosan azért küzdök, és gyakorolnom kell ezt a fajta tudatosságot, hogy most itt ne omoljak össze, mert hogyha nagyon akarnék, akkor most itt elkezdhetnék zokogni is. De ebben lesz jó az ember igazán, szerintem, ahogy telik múlik az idő, hogy ezt tudod irányítani, és tudod befolyásolni. És ez egy óriási eszköz az ember kezében, mert ha megszabadulni nem is tudsz a fájdalomtól teljesen, vagy a rossz emlékektől, de tudod irányítani azt, hogy milyen hatással van rád. Ez nem mindig igaz, vannak rosszabb és jobb időszakok, de nekem az a tapasztalatom, hogy az ember sokkal inkább a kezében tudja tartani a negatív érzelmeit, meg a hirtelen feltörő érzelmeit. Ez a dolog az egy szintén óriási közhely, de első kézből meg tudok benneteket erősíteni abban, hogy ez így van.
Ami nem öl meg, az megerősít. És az ilyen tragédiák, én biztos vagyok benne, hogy a személyiségünk fejlődését és saját magunk fejlődését szolgálják. Nagyon tisztán látszik az, hogy miután az apukám meghalt, az utána lévő haláleseteket már sokkal, nem azt mondom, hogy könnyebben, de talán sokkal nagyobb higgadtsággal és sokkal nagyobb megnyugvással és úgymond beletörődéssel tudtuk kezelni. Az apukám után elveszítettük a déli mamámat, aki egyébként gyönyörű kort élt, mert 92 éves volt, ha jól emlékszem. Természetesen nem volt annyira közvetlen a kapcsolatunk, mint az apukámmal, de azért mégis megviselt egy kicsit. De akkor éreztem azt, hogy atyaég igazából őt annyira könnyen elengedtem, és annyira nagy lelki békével és nyugalommal sikerült belenyugodnom abba, hogy ő a túloldalról vigyáz rám és velem van. Aztán utána jöttek a nagyszüleim, a nagymamám, aztán a nagypapám. Nyilván azért az ő elengedésük egy kicsit nehezebb volt, de valahogy az apa után minden új értelmet nyert, és a haláleseteket már teljesen másképpen fogtam fel, és megpróbáltam tényleg a lehető legnagyobb nyugalommal elfogadni azt, hogy ez az életrendje, és ennek így kell lennie, és valaki így megy el, valaki meg másképpen megy el. Valaki hirtelen, valaki hosszú szenvedés után. Sajnos mind a kettőt megtapasztaltam, mert a nagymamámék elég sokat szenvedtek életükben mindenféle betegségtől, és van az a pont, amikor tényleg azt lehet mondani, hogy biztos, hogy jobb neki oda át. A következő dolog, ami bármikor igaz, az az, hogy elmúlik. Minden rossz időszak elmúlik. Úgy, ahogy a jó időszakoknak is vége szakad, és van egy ilyen természetes körforgása az életnek, hogy egyszer jobb időszakokat élünk, egyszer pedig nagyon rossz, sokszor traumatikus időszakokat élünk. De mindegyik elmúlik, és semmi nem tart örökké. A halállal való találkozáskor tanulja meg igazán az ember, hogy ez egy örökérvényű szabály. Úgy, ahogy az életünk nem tart örökké, és egyszer csak elmúlik az, hogy ezen a földön élünk, úgy az életünkben egymást követő rossz és jó periódusoknak is vége szakad, hiszen így tudják csak váltogatni egymást. És én úgy gondolom, hogy ez ettől szép. Én nagyon hálás vagyok az anyukámnak, hogy gyerekkoromtól kezdve megtanított arra, hogy az élet az nem csak habostorta, az nem csak a jó dolgokból áll. És hogy is tudnánk értékelni, és igazán intenzíven, és igazán nagy odaadással megélni a jó dolgokat, hogyha nem tudnánk, hogy milyen az, amikor nem jó, amikor rossz. Ez a kontraszt ad értelmet a jó és a rossz fogalmának. Ha nem tudnánk megtapasztalni a rosszat, akkor nem tudnánk értékelni a jót. És én örülök, hogy ez így van, mert sokkal-sokkal nagyobb boldogságot tudnak okozni a jó dolgok úgy, hogy van összehasonlítási alap. Most nem azt mondom, hogy mindenkinek meg kell élni a poklok poklát ahhoz, hogy értékelni tudja azt a jót, ami éppen történik vele, de mégis azt gondolom, hogy a boldogságunk intenzitásán és színezetén sokat tud alakítani. Ez a kontraszt. Az utolsó előtti dolog, amiről beszélni szeretnék nektek, az, hogy ha valakit elveszítesz, akkor utána óhatatlanul is felértékelődik benned, és átértékelődik benned minden, ami a kapcsolatotokat jellemezte itt ebben a földi világban. Főleg az utolsó években voltak olyan pillanataim, amikre egyáltalán nem vagyok büszke, és nagyon sokszor lejátszottam magamban azt az esetőséget, hogy mi lenne, hogyha visszatekerhetném az időt, és kijavíthatnám minden hibámat, amikor csúnyán beszéltem apukámmal, amikor tiszteletlen voltam, amikor tényleg indokolatlanul gonoszkodó voltam vele, tényleg nagyon rossz kislány voltam, borzalmasan, és amikor egy ilyen dolog történik, akkor azonnal vissza akarod csinálni, és akkor mindjárt tudod, hogy kellett volna jól viselkedni. És remélem, hogy aki most nézi ezt a videót, és esetleg nem ápol olyan hű de jó kapcsolatot bármelyik szülőjével, vagy bármelyik hozzátartozójával, érdemes, bármennyire is fájdalmas, meg indokolatlannak tűnik belehelyezkedni egy olyan ember helyzetébe, mint mondjuk én vagyok,
és egyből ellátlak benneteket jó tanáccsal, hogy léci, ne gondoljátok, hogy minden örökké van, és mindig lehetőségetek lesz jó gyereknek lenni, meg tisztelettudónak lenni, meg szeretetteljesnek lenni, mert lehet, hogy holnap már nem lesz rá lehetőség, úgyhogy most, ebben a pillanatban, ma kell ezeket a dolgokat gyakorolni, meg megtenni, mert utána nagyon sok fejfájást, meg szívfájdalmat fog okozni, hogy nem éltetek úgy, ahogy méltó lett volna, meg ami a másiknak örömet okozott volna. Viszont annak semmi esetre sincsen értelme, hogy ez emiatt ostorozod magad. Én mindig azt mondom, hogy ha valamit az ember nem úgy csinál, ahogy kellett volna, és erre utólag rájön, és ezt megbánja, és ez tudatosul benne, az már egy óriási fejlődési lépcső. Rádöbbenni arra, hogy valamit rosszul csináltál, és azt megbánni, az azt mutatja, hogy van benned alázat, és van lelkiismereted, és a lelkiismereted működik. És ez nagyon fontos. Mert ha kellett volna, dolgokkal nem tudsz már mit kezdeni. Mert itt, amit a Földön rosszul csináltál, mert nem fogod tudni másképpen csinálni a másik emberrel szemben, akit elveszítettél. És ez bármennyire is nehéz felfogni és elfogadni, ez így van, és talán nekem ez okozta a legeslegdurvább kihívást, hogy elfogadjam azt, hogy lehet, hogy nem voltam olyan lánya az apukámnak, mint ahogy most elképzelem, hogy kellett volna lenni, de tudom, hogy tudja, hogy én most mit érzek, és minden nap azért imádkozom, hogy ez valahogy eljusson hozzá. És a további életemben megpróbálok azoknak az értékeknek élni, amiknek a felismerésére ez a lecke tanított meg engem. Az utolsó dolog szerintem örökérvényű. Az pedig az, hogy bárkit veszítettél el, és bármennyire is fáj, hogy nincs itt fizikailag, fizikai valójában, de mindig veled van. A gondolataidban, a lelkedben. Tök mindegy, hogy hol vagy a világban, teljesen mindegy, hogy hová mész. Az emléke, a szeretete, az, amit kaptál tőle, és az emlékeid, azok veled mennek. Akárhol jársz is, akármit csinálsz. És ez a legszebb az egészben. Én úgy érzem jelenleg, hogy olyan szeretett kapcsolat van köztem és az apukám között, mint soha. Néha úgy érzem, hogy lehet, hogy nem is lennék most ennyire nyugodt, és lehet, hogy nem is táplálnék ekkora kötődést iránta, hogyha nem kellett volna ezt átélnem. Minden megszépült vele kapcsolatban. A hibái is, és a jó tulajdonságai még szebbé váltak. Nagyon érdekes, hogy azt gondoljuk, hogy akkor tudnak a szeretteink sokat tanítani nekünk, hogyha itt vannak velünk, és akkor tudnak igazán sokat adni nekünk, hogyha fizikailag itt vannak, ami igaz is. De én rengeteget tanultam az apukámtól azzal, hogy nincs itt. És a hiányával annyi mindent megtanultam, és annyi mindent megtanított nekem azzal, hogy fizikailag nincsen jelen, az értékeit, a gondolatiságát, az anyukámon keresztül, amit megtudtam róla, olyan dolgokat, amik nem is jöttek volna szerintem elő életében, hogy szinte már néha hálás vagyok azért, hogy így alakult, bármennyire is morbidan hangzik. És remélem, hogy nem értitek félre, mert a fizikai jelenlét pótolhatatlan, ez így van. Viszont meg kell találni azokat a kapaszkodókat, amikért hálás is tudsz lenni. Mert mindig van valami. Én hiszem azt, hogy valamiben mindig bele lehet kapaszkodni, ami akár még a te fejlődésedet, meg a te jólétedet is szolgálhatja. A legnagyobb, legmélyebb gödörben is. Hát ennyi lett volna ez a videó. Tudom, hogy nem ez a chilly-villy, cheerful, nagyon-nagyon vidám téma volt ez, de az ünnepek óhatatlanul is előhozzák az emberből ezeket az emlékeket, és tudom, hogy az ünnepek, főleg a karácsony nagyon nehéz rengeteg család életében, rengeteg ember életében. Ne haragudjatok, hogyha egy kicsit érzékenyültem néha, de szerintem erről soha nem fog tudni teljesen száraz szemmel beszélni, de amit mondtam, én ilyen vagyok, és remélem, hogy tudtam nektek egy kicsit segíteni. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!